Na halló, sziasztok, köszöntök mindenkit hatalmas szeretettel a Let's Play Solaris sorozatom legújabb részében. Még mielőtt itt belekezdenék bármibe is, szeretném megköszönni nektek a sok-sok pozitív visszajelzést az előző videóval, illetve az előző előtti videóval kapcsolatosan. Teljesen őszintén nem gondoltam volna egyébként, hogy ilyen számokat, meg ilyen statisztikákat fognak produkálni ezek a videók. Konkrétan az előző videó, meg az előtte levő olyan számokat hozott, mint hogyha most kezdtem volna el a Solarist, és életem első videóját feltettem volna a szerverről. Ugye, amikor valami új dolgot elkezdek, akkor általában azért az első néhány videóra sokkal nagyobb figyelem szokott irányulni, mint mondjuk egy bármilyen másik videóra. Nagyon örülök, hogy sikerült így az arany középutat megtalálni igazából a kezdő, illetve új játékosok és a haladó, kötőjel profi játékosok között így megtalálni, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez ennyire tetszett nektek, és a jövőben mindenképpen fogok még egyébként kisebb szintű kontentet is gyártani. Viszont, ugye 2 hét feszített tempó volt itt nekem most munkában, próbáltam így a kisebb szintű kontentet erre az időszakra időzíteni. Sikerült kihagyás nélkül egyébként letolni ezt az időszakot, úgyhogy nem gondoltam volna, hogy ilyen jól fog sikerülni most a munka, illetve a videózás összehangolása, de sikerült, nem maradt ki videó, és fontos dolgok történtek itt egyébként az utóbbi hetekben, amiket mindenképpen szerettem volna a legeslegelső ilyen nagyobb szintű kontenttel kapcsolatos videóban megemlíteni. Úgyhogy visszatérünk a fő karakteremre, ami továbbra is változatlan. A legnagyobb változás, ami történt rajta, az az, hogy meglett a meleg cipőm, a mai napon húztam ki. Jelenleg plusz nullás, le vagyok csövesedve, 12 milliárd jangon van összesen, illetve hát további kb. 700 milliárd itt van a boltomba, úgyhogy lehet veszegetni nagyiparba, itt vannak a koordináták, nézzetek be, hát ha találtok valami finomságot. Úgyhogy hát most ugye mivel nem tudtam játszani húzamosabb ideig, most az történt, hogy amik eddig voltak nekem fejlesztő tárgyak, minden ami a melej csukához kell, azt félretettem, és minden mást fogtam és kitettem boltba. Tegnap nyitottam meg a boltot, 60 milliárd yang bejött, és akkor abból pont meg tudtam venni a maradék melej csukához hiányzó fejlesztő tárgyat, és akkor így lett meg a mai napon a melej csuka plusz nulla. Úgyhogy tényleg már nagyon-nagyon közel vagyunk a végleges karakterhez, de még azért sok-sok csinosítás van hátra ezen a karakterem. Na de, történt egy olyan fejlesztés, hogy tudunk egy karakterrel szóló razinemerét tolni, és mindezt úgy tudjuk művelni, hogy egyébként a bossból a drop az annyi, mintha 8 karakterrel tolnánk. Na most ezt igyekszem lefordítani köznyelvre, nyilván hallottatok már erről a fejlesztésről, nyilván ti is már megbeszéltétek az ezzel kapcsolatos dolgokat, és most én is szeretnék ebbe a dologba beleszállni, én is szeretném elmondani a véleményem ezzel a fejlesztéssel kapcsolatosan. Ugye, hogyha mondjuk most szeretnénk menni egy szóló razit, akkor ugye belépésnél, az NPC-nél fogunk találni egy ilyen boltot, és akkor itt tudjuk kiváltani szépen a szóló razador engedélyt. Itt az alap belépő mellett még szükségünk lesz további 500 op cserére, illetve egyéb tárgyakra, vagy holdkő, vagy kéköv, vagy hímzés, mint a entájharmat, óriások totemel, stb. Szóval igazából ennek a fejlesztésnek szeretném így a pozitív, illetve a negatív oldalát így kitárgyalni. Ezek mind-mind ilyen saját személyes vélemények, nyilván senki nem kérdezte, de ettől függetlenül elmondom, mert amúgy van egy csomó észrevételem ezzel az egész újítással kapcsolatosan. Úgyhogy miközben bemegyek a szóló razadorra, mert már van belépő nálam, még amikor bekerült a fejlesztés, akkor váltottam néhányat. Szóval a dolgokkal kapcsolatos pozitív észrevétel: egyrészt hatalmas, hogy egy karakterrel ide tudok jönni, lecsapkodom a razadort, és annyi dropot kapok belőle, mint hogyha magammal cipeltem volna még 7 másik karaktert is. Szóval egyszerűség szempontjából jó ez a fejlesztés. Vannak ugye azok a cuccok, amik szükségesek a szóló razador, illetve nem erre belépőnek a kraftolásához, ugye amiket az előbb felsoroltam. Ezeknek a piacra gyakorolt hatása szerintem mindenképpen pozitív, mert olyan dolgokat kér, amik egyébként is egy picit túl voltak szaporodva a szerveren, nem képviseltek olyan nagy értéket. Ez a fejlesztés nem drasztikusan változtatta meg ezen tárgyaknak az árát, viszont valamivel mégis több pénzt tudunk elkérni ezekért a fejlesztő cuccokért, mint eddig, és
Ebből a szempontból viszont nagyon örülök neki, hogy ez megint egy olyan újítás, hogy azok a dolgok, amik mondjuk felhalmozódtak, vagy kezdtek nagyon elértéktelenedni, azokkal megint lett valami kezdve, és így megint van értelme ezeket is gyűjteni, illetve elboltolni. Úgyhogy ebből a szempontból egyébként piros pont ez a fejlesztés. Ez nagyon fasza. A másik, hogy aki szólózza már a razi, illetve a nemerét, biztos vagyok benne, hogy veletek is előfordult az, hogy bármennyire is figyeltetek, ugye azokkal a karakterekkel, amikkel a boss-t ütitek, nyomtok egy nullát, vagy esetleg felveszi a pet automatikusan a droppot a földről, és akkor egyből nyomjátok, hogy akkor utcu tovább a nemeréhez, és hát velem, most ciki vagy nem, de csomószor előfordult, hogy azokkal a karakterekkel, amik ott a pálya elején ott afkoltak, azokkal nem vettem fel a ládát, és kurva ideges voltam belőle, meg ezáltal, főleg akkor, amikor mondjuk dupla boss volt, és vasárnap volt, és úgy nem vettem fel a droppot a földről. Nyilván figyelem, tehát oda kell figyelni ezekre a dolgokra, de emberek vagyunk, úgyhogy néha előfordul, hogy hibázunk. Velem is néhányszor azért előfordult, hogy az afkos kariknál nem nyomtam egy nullát, és emiatt lent maradtak a ládák a földön. Úgyhogy ezt is sikerült így kiküszöbölni ezzel a fejlesztéssel, mert egy karakterrel vagyok benn, megkapom ugyanazt a drop mennyiséget, ugye 8 kötőjel 16 darab ládát is kaphatok egyébként. Most 9 darab ládát kaptam, tehát olyan, mintha 8 karakterrel bejöttem volna, és csak az egyiknek duplázza be a ládáját. Tehát drop valószínűleg Razi nemerénél most már nem fog a földön maradni, úgyhogy ez még nagyon király, meg hát ugye a másik 7 karakterre nem kell tolvajkesztyűt tolni, aminek az idejét mindig figyelni kellett, és az is előfordult, hogy úgy jöttem be, hogy mondjuk a másik 7 karakter közül mondjuk 4-en pont lejárt a tolvajkesztyűmre, eljutottunk oda, hogy a Razadort vagy a Nemerét leüssük. Közben egyébként elindult a szerveren a nyári eventnek a második része is, és megkaptuk az NPC-t, aminek keretein belül kaphattunk egy kalóz barlang belépési engedélyt, illetve egy tokent, amit le tudunk vásárolni sivatag közepén az NPC-nél. Köszönjük szépen, hogy ezt mind videó keretein belül sikerült a rendszernek ide produkálnia elénk. Úgyhogy pozitív része igazából sok van ennek a dolognak, illetve ezen a karakteremen még a BIOS, az ami van, ugye jelen pillanatban én ennél tartok, a 12. BIOS küldinél, perzselt fasmaragdot is, sokkal nagyobb eséllyel kapok erre a karakteremre, mert ugye ez is be van rajta szorozva, az én tudomásom szerint. Amit most észrevettem egyébként, kb. 3-szor vagy 4-szer toltam szóló Razit, illetve Nemerét, az elmúlt, nem is tudom, néhány alkalom során mindig kaptam perzselt fasmaragdot, míg mondjuk a régebbi rendszer szerint nem feltétlen. Úgyhogy addig fogom tolni a szóló Razit, ameddig a BIOS-t nem fejezem be, és akkor utána szerintem én egyébként vissza fogok térni a hagyományos belépőzéshez, mert egyébként meg, hát most így át is tudom vezetni a dolgokat igazából így a negatív irányba, hogy mi a negatív része annak, hogy bekerült ez a szólózásos dolog. Egyrészt nyilván van az a bizonyos magyar mentalitás, hogy miért fizessek többet, miért adja a craftos cuccokat még a belépő mellé, amikor normál esetben is el tudok menni 8 karakterrel ranolni. Igaz. Itt igazából azt kell nézni, hogy mennyire szeretnél foglalkozni ezzel a dologgal, illetve hogy neked, ha egyébként fel van egyébként is halmozódva az a sok-sok fejlesztőtárgy, akkor szerintem érdemes egyébként becraftolni szólós belépőre. Nyilván ez leginkább azoknak az embereknek szól, akik már szólózzák a Razit, illetve a Nemerét. Ők már megengedhetik maguknak azt a luxust, hogy kevesebb figyelmet fordítsanak a ránnak a lebonyolítására, és ezáltal például ne csúszom be olyan baki, mint amit korábban is említettem, hogy néha bizony lent maradt a drop az afkos karik környékén. A másik dolog, ami esetleg negatív lehet, hogy ugye ha szólóba tolom le a Razit, illetve a Nemerét, akkor ugye CD-re lesz vágva az egész számítógépem. Tehát, hogyha mondjuk esetleg eddig 2x8 karakterrel szólóztam a Razit meg a Nemerét, akkor ugye itt nem feltétlen fog ez játszani, mert egy karakterrel letolom, és utána az egész számítógép az ugye CD-re van állítva.
ebből a szempontból negatív lehet a dolog, de így se feltétlen, így se kivitelezhetetlen az, mert érted, hogyha bemész sima belépővel úgy, mint eddig, akkor ugyanúgy meg tudod oldani, és akkor ugyanúgy nem lesz belőle probléma. De aki mondjuk alapból összesen maximum 8 karakterrel szólózta a Razit per Nemerét, zárójel, én például ilyen játékos vagyok, ebből a szempontból meg nincsen jelentősége, hogy CD-re vágja a karaktereket, úgyhogy a szóló Razi, illetve a Nemere az részemről több pozitív dolgot hozott, mint negatívat. Úgyhogy ez lenne a szóló Razi, illetve Nemere. Nemere ládából pedig 12 darabot kaptam most jelen pillanatban. Időközben pedig átszambáztunk ide sivatag közepére, ugyanis vannak birtokomban kalózbarlang belépési engedélyek, ugye az előbb lejött az NPC, a nyári eventnek a második felvonása azt is hozza magával, hogy ugye ha megjelenik az NPC, akkor kaphatunk belőle tokent, illetve ilyen nyári rán belépőt. Ki tudjuk választani, hogy melyik fajta belépővel szeretnénk menni, illetve itt van a Summer Shop, rengeteg sok fajta értékes és menő tárgyat tudunk venni ezekből a tokenekből. Nyilván több fajta token létezik, van nagy, van profi, meg haladó, stb. Igazából így a nyári eventnek a második részéről én külön bemutató videót nem készítenék, mert aki nyitott erre, meg akit érdekel is egy picit ez a dolog, az úgyis megnézte már Discordon, ott nagyon szépen összeszedetten le van írva, hogy hogyan is néz ki ez a második felvonás, úgyhogy én igazából amire kíváncsi vagyok, hogy a nagy verziós belépési engedélyt azt toltam már, az simán lemegy, de mondjuk a profi. Profit olyat még nem toltam, most nem tudom, hogy elbírom-e. Szerintem vagyok annyira jó felszerelésekkel megáldva, hogy le fog menni. Aki életében először lát ilyen dolgot, annak csak annyit mondanék, van egy rakat metin kő, azt le kell csapni. Tudomásom szerint 40 darab van összesen, de egyébként itt ki is írta, hogy már csak 39 van hátra. Ezek a metinkövek, ezek rendelkeznek ilyen droppal, és a végén kapunk egy boss-t, amiből ugye további menő cuccokat tudunk kapni. Aminek én nagyon örülnék, hogyha a nyári totemet azt ki tudnám szedni, mert jelen pillanatban van egy szerelmi totemem, és ennyi. Tehát totemek szempontjából azért egy picit, hogy mondjam, fejlesztésre és bővítésre szorulna a karakterem. Nyilván ezek is olyan tárgyak már, amik csak csinosítják a karaktert, meg boldogsággal tölt el, hogyha megvan az összes. Alapvetően nem oszt, nem szoroz, de én azért vagyok annyira, hogy mondjam, ilyen maximalista, hogy én örülnék neki, hogyha ezeket sikerülne végre mindet megszerezni, úgyhogy rajta vagyunk a projektem. Nálam ez arán egyébként nem szokott komolyabb időket felemészteni, mert nagyon hamar megvannak a metinkövek, a végén a boss is, úgyhogy ez gyorsan meg lesz, gondoltam. Csak felveszek már egy ilyen jelenetet is, hisz beütött a második része a nyári eventnek, és azért szeretek mindenről egy icipici említést azért ejteni. Jaj. Teljesen kiszáradtam egyébként. El vagyok szokva már ettől a nagy aktív beszédtől. Meg lehet, nem is segített egyébként a dolgom, hogy egy videózás előtt bezabáltam egy csomag wasabis bundás mogyorót. Legjobb dolog a világon. 65-ös fegyvereket, azokat leszórjuk, arra azért nincsen szükség. Már csak 15 darab metinkő van hátra. Úgyhogy már több mint a felén túl vagyunk. Ezt szerintem tudjuk okosba ütni, hogy egyszerre kettő metinkövet csapunk le a végén. Nagyon jó. Ez is megvan. Ez is megvan. És szépen lassan haladunk is. A jó kis rotyogós végcélunk irányába. Egyébként megvan már a kihívások toteme, ami ugye időlimites, mert hogyha vége lesz a nyári eventnek, akkor nyilván el fog tűnni mindenkinek a leltárából. Nagyon érdekes, nekem ez az egész kihívás tekercses téma, ez egy nagyon fura eventnek tűnik egyébként. Először nem értettem, vettem egy
kihívást tekercset kíváncsiságból, hogy ez mégis hogyan működik a gyakorlatban. Előtte nyilván elolvastam a Discordot, mit írnak az eventről, stb. És akkor leütöttem az első metinkövet, jött egy brutális kapitány, azt hiszem, azt is leütöttem, minden ilyen egy hit volt, szóval, hogy így semmi extra, és akkor egyszer csak így nem jött tovább. És akkor így néztem, hogy na, akkor most mi történik? És akkor utána nyilván az ember elolvassa még egyszer figyelmesebben. Egyébként itt van a bosszunk, a nyári totemnek, annak nagyon-nagyon-nagyon örülünk. Az very-very good lenne. Szóval nyilván elolvastam még egyszer akkor a eventnek a leírását, és akkor ott láttam, hogy igen, nem 100% az, hogy mind a 9 szint az így elérhető lesz egy tekercsből, meg nyilván ugye korlátozva van, tehát egy nap maximum 10 darab ilyen tekercset tudunk eltolni, egy percenként tudjuk elkezdeni ezeket a tekercseket, és akkor utána igazából így minden világos lett. Hát én úgy látom, hogy nyári totemet ismét nem kaptunk. Ajjaj. Na nem baj, visszamegyünk nagy sivatag közepére. Csak tolok már még egyet. Toljunk egy ilyen profit. Igen. Ha már van belépő, akkor csak toljuk. Szóval nyilván néztem, mint borjú az új kapura, hogy akkor most mi történik, de akkor utána, miután másodjára elolvastam az eventnek a leírását, akkor hirtelen minden még érthetőbb lett, és rádöbbentem, hogy csak én voltam noob, és nem ennyiről van szó. Viszont a második kihívás tekercset, amikor eltoltam, akkor sikerült az 5. szintig lehívni a metinköveket, illetve a bosszokat, és így ugye el tudtam végezni azt a küldetést, amiből ezt a totemet megkapom, úgyhogy nagyon örültem. A mai videóban még, amit mindenképpen meg szeretnék csinálni, és egyébként azt szerintem ti is látni fogjátok, hogy a surával szeretném eltolni ezt a 10 darab kihívás tekercset. Nyilván, hogyha nem szükséges, akkor nem tolom el mindet, de szeretném a surára is megszerezni ezt a totemet, mert azért egészen fullos bónuszokat tud adni. 1500 TP, 50 XP, 50 Young Drop, 10 Mob, 5 Metin, 5 Főszörny. Úgyhogy ezek mind-mind olyan bónuszok, amik azért számítanak, főleg, hogyha két karakterrel ugye az ember rendszeresen tolja a ránkört. Úgyhogy a ránkörről jut eszembe egyébként, van még egy negatív oldala a szóló razinemerének, hogy ha emiatt nem kell a 8 karaktert behozni a játékba, akkor még kevesebb motivációja lesz az embernek, hogy utána még elmenjen zodiránozni is 8 karakterrel. Nem tudom, hogy ez szándékos volt-e így, vagy nem. A Zodirán, az nem tudom, annyira macerás, meg tudom csinálni, de 40 perc kb. Egy szóló Zodi 40, és annyira nem visz rá a lélek egy csomószor, pedig rengeteg sok pénz van benne egyébként. És így, hogy a Razira meg a Nemerére se kell becipelni a másik 7 karaktert, így még kevesebb motivációm van arra, hogy utána, miután letoltam a Melejt, a Hidrát, Razinemerét, Jotont, Sárkány, stb., hogy utána még elmenjek egy szóló Zodi 40-re is, úgyhogy hát na, több elszántság kell. Igen, itt azért ezeken a szinteken már nem engedheti meg az ember magának azt, hogy nem megy zodiránozni. A zodirán a legjobb dologom ugye a világon, de komolyan ezt csak így még egyszer tudatosítanám bennetek, mert fika belépési költsége van, és sok pénzt ki lehet belőle hozni, főleg, hogyha mondjuk vasárnap van és dupla pont van, akkor még inkább. De mégis ott van az, hogy mivel hosszadalmas, meg egy picit macerás, meg olyan nye, így nincs az embereknek kedve hozzá. De egyébként, amióta ugye meg lett csinálva, hogy a távharcos mobok is rájönnek az emberre, úgy azért sokkal könnyebb most már letolni ezeket a ránokat, de van, hogy még ennek ellenére sincs kedvem elmenni szóló Zodi 40-ezni, ami borzasztó játékfelfogás, undorító. Úgyhogy menjetek zodizni, főleg, hogyha már a karakteretekkel képesek is vagytok rá, hogy le tudjátok tolni egyedül, mert sok-sok pénz van benne abban is. Időközben egyébként az utolsó metinkövünkhöz érkeztünk el, azonnal megkapjuk az új rotyogós nyári event 2.0 kalóz isten bosszunkat. Imádkozzatok, légy ti is, hogy meglegyen a nyári totemem, és boldog legyek. És hogyha most meglenne a nyári totem, akkor úgy feküdnék le este az ágyba, hogy ez az, Dani. Ezt is megcsináltad. Na, jó vagy. Oh,
kiégek teljesen. Na, lássuk. Nem kaptunk most a totemet, nyilván nem fog minden második bossba lesz hullani, azért van olyan ára, amilyen. Viszont a Varival kapcsolatos dolgok azok, hogy mondjam, azok így készen vannak. Még amit itt meg szerettem volna mutatni, az kinn is van egyébként az offline shopomba. Életem első mítikus sárkány Rubin Alkia elkészült, még nem is tudom hány Meleiránnal ezelőtt. Nagyon örültem neki, ez már a második mítikus alki, amit sikerült elkészítenem. Ami picit elszomorított, hogy most már 110 milliárd yangba kerül, így nagyjából átlagosan. És hát kim van egy napja, és még mindig nem vették meg. Úgyhogy amit az offline shop rendszer hozott magával, az ugye az átlagos árok, hogy azok így az emberek elé oda kerülnek, és emiatt egy picit minden olcsóbb lett, de mondjuk van ennek pozitív oldala is, mert például a melejcsukámnak a melejfejlesztői, amik hiányoztak, azokat egészen jó áron meg tudtam venni, úgyhogy mindennek van pozitív, illetve negatív oldala is. Na, szambázzunk át a surára, és akkor próbáljuk meg megcsinálni arra is a totemet. És itt is vagyunk, betértünk a kisebb fajta ütőképes surci karakterünkbe, és már is problémába ütköztünk, ugyanis leütöttük a sárkányt, nem jött NPC, ugye a szóló razinemere miatt CD-n vagyunk ezen, illetve toltam egy jotunt, és ott sem jött NPC. Márpedig, hogyha szeretnénk megcsinálni a nyári kihívás nevezetű küldetést, hogy legyen nyári totemünk, ahhoz ugye az egyik feltétel az az, hogy kazamat a végén megjelenjen az NPC, és vegyünk ki belőle tokent a surával is, illetve, hogy eljussunk a Metinlász kihívás negyedik szintjéig. Úgyhogy megpróbálunk egy hidrát nyomatni. Aztán bízunk benne, hogy a ránnak a végén megjelenik az NPC, és akkor remélhetőleg tudjuk tolni a sztorit. A varit szépen hátra tesszük, a surcival idejövünk, elkezdjük ütni a levegőt, és közben a varival is oda csövülünk mellé. És most a surci szemszögéből fogjuk látni, hogy hogyan is néz ki egy jó rotyogós, durogós hidrarán. Néhány perc alatt megvan egyébként az egész, úgyhogy komolyabb erőfeszítés nem fog igényelni a dolog. Így né. Egyébként nagyon vicces háttérsztori, 10 darab kihívást tekercset raktam erre a karakterre, és elsőre beadta egyébként az 5. szintig a metinköveket, illetve a bosszokat. Most nem tudom, hogy a sorrend az egyébként számít-e, hogy mindegye, hogy először a tokent veszem ki run végén NPC-től, és utána csinálom meg az izét. Hogy hívják ott? A 4. szintig eljutást. Vagy fordítva, vagy nem tudom, hogy ez meg van-e szabva. Hamarosan kiderül, mert ha most a hidra végén beadja az NPC-t, és kiveszem a tokent, akkor elvileg automatikusan meg kéne kapnom a nyári totemet. Ha viszont számít a sorrend, akkor szívás, mert akkor viszont még ezt a 9 darab kihívást, tekercset, ezt el kell lőni. És remélhetőleg eljutunk a 4. szintig, de szerintem hamarosan választ is fogunk kapni a jó kis mocskos kérdéseinkre. A hidra az most már nagyon, nagyon OP, nagyon rutin műtét, vagy hogy is fogalmazzak. Közben a nagy karakteren elfogytak a félórás dolgok, úgyhogy azokat gyorsan betolom. Elnézéseteket kérem. Jó, megvagyunk, nagy kariról mérgezzük szépen Remerét. Hát az Istenért nem akarja lemérgezni. Hát az utolsó pár százalékra sikerült azért, na mindegy is. Nem törődünk ezzel, mert már annyira nagy pályásak vagyunk, hogy még a mobokat se kell leütni az árbócról, mert az is megvan nagyon-nagyon gyorsan. Így. Boom. Oda megyünk a sűrűjébe, oda csapjuk a harci pallosunkat, aztán bim-bam. Így. Ezt is lecsapkodjuk, közben a harcost hasznossá tesszük, és elkezdjük a háttérbe csapkodni a mobokat. Itt tolunk még egy ilyet, meg egy ilyet, ez meg is van, ide is csapkodunk egy keveset, meg ide is. Így.
És már itt is vagyunk. Megvagyunk. Jöhetünk. Itt is egyébként a során annyi változás történt, hogy volt ugye eddig egy kosztüm a birtokában, ami kifejezetten tüzesre volt optolva. Azt tovább forgattam, és akkor lett benne ilyen, hogy 15 tűz, TP, 10 TP veszteség, meg mellé nyílellenállás, bár az nem igazán ér olyan sok mindent, igazából a 10 TP veszteség volt a legfontosabb, meg mellette, hogy legyen 15 tűz. Eddig ugye, ami a melejes kosztümömben volt, abban csak 10 tűz ellenállás volt, illetve 10 TP veszteség, de így viszont megvan oldva, kaptunk a karakterre plusz 5% tűz ellenállást, úgyhogy egy fokkal ütőképesebbé váltunk a surán is, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk. Na, elérkeztünk közben a hidrához egyébként, remélhetőleg be fogja adni az NPC-t. Zodiákus harang történik itt cseten. Nézzük csak. Az igen, 50 AK 10... Mi a fasz? 50 AK 10 átható 20 ördög 8 ügyesség. Bolond ez az ember? Ki vagy te? Azt a kutya mindenit. Arianna 10. Hát ez nagyon komolyra sikerült. A kutya mindenit. Csapjak oda neki. Az szép. De komolyan, az respect. Ez most történt, ez friss dolog. A videót azt csak pénteken fogjátok látni, de azért lehet kiszakadt volna a szívem a helyéről, hogyha ez velem történik. Hát úgy állunk, hogy NPC-t nem kaptunk, CD-n vagyunk minden runon, úgyhogy nem fogjátok látni sajnos, hogy videóba kiszedem a nyári totemet. Mármint az eventes nyári totemet a surcira is, ettől függetlenül nagyon szépen köszönöm, hogy ideig megnéztétek a videót, remélem, hogy tetszett, tartsatok velem jövő héten is, nektek pedig jó játékot, eredményes farmolást, jó dropokat, meg 50 AK Zodi fegyvereket 20 ördöggel kívánok mindenkinek. Még egyszer köszi a figyelmet, legyetek jók, sziasztok! A few moments later. Figyelj, már majdnem abba hagytam a videót, de rájöttem, hogy még egy Azrael-t azért csak tudnék tolni, úgyhogy megnézzük, hogy egy ilyen öven aluli ütés keretein belül megkapjuk esetleg a nyári eventes NPC-t a kazamat a végén. Beszarnék egyébként, hogyha itt most lejönne, mert akkor ki tudnám venni a tokent és meg lenne a nyári eventes totem. Hát... És bejött! Azt hittem oda fogja adni, de nem. És elvileg nem számít egyébként a sorrend, időközben megkérdeztem, úgyhogy kivesszük a totemet, és meg is kapjuk szerintem mindjárt, hogy hívják ott. Igen, kihívások toteme, megvan a surára is. Kurva jó! Úristen, de proli volt ez te. Anyám. Na jól van, hát akkor viszont sikerült a kihívások totemét is megszerezni. Még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, ez már egy ilyen outro utáni outro jelenet volt csak. Tényleg, puszi a poci alá, meg minden, találkozunk jövő héten, sziasztok! I don't like to play games with the grown men. If it was fuck me back then it always is. Yeah. I don't ever lose sleep over nobody. I'm too fly and I never had a co-pilot. Blacked out in your county when I touch down. Michael Jack Boulevard, I'm the GOAT now. I'm the GOAT. Coachella on my mind.